Sziasztok fiúk, lányok, paplovag vagyok, itt van velem Csabax, és bizony egy katona vacsora csatával jöttünk el nektek az Elitcord-tól, hiszen ezt a két darab amerikai MRE pakkot fogjuk letesztelni, hogy véleményünk szerint melyik a finomabb. Köszönjük szépen az Elitcord-nak, és ne felejtjétek, ti is meg tudjátok vásárolni, sőt most már mobiltelefonon is, hogyha megnézitek, tökéletesen működik a weboldaluk, és akár egyébként PayPal-el is tudtok fizetni. Nem csak MRE-k vannak, hanem más katonasági dolgok is, késektől, ruhákig, mindenféle őrület, szóval nézzétek meg az Elitcord-ot, mi pedig nézzük meg, hogy mi van ebben. A 2-es és 3-as menü az, ami eljutott hozzánk, ezeket fogjuk megkóstolni, és bizony elemezni, miközben finom kávét iszunk meg előtte, hogy tudjunk beszélni 3 szónál többet. Véletlenül se ötödjére mondjuk fel ezt a videót, szóval higgyétek el, tök jó lesz. Én nem is készen állsz? Én teljesen készen, én annyira készen vagyok. Hoztam egy régi barátunkat, Bélát nem találtam. Emlékszel, hogy mit csináltál ezzel a múltkor? Na, mit ez úgy hangzik, mint valami vad swinger partira való visszautalás, de nem úgy volt. Nem úgy volt. Nem tudom, mit csinálni. Megvágtam magam? Hát legalább 5 percig vágtad fel egyetlen zacskót, vagy valamilyen. Ez pont szar, ez a kés? Nem biztos, hogy ez volt, de valamelyik hasonló ilyen. Megnézzük. Nincs itt gond. Ja, hát egyébként a kinézet az ismerős, itt vannak ezek a kis pakkok nekünk, ami 90 000. 90 000-ig jó lesz. Hú, ez micsoda? Ez kis... Ó, van benne pinat. Imádom. A magyaró. Van, nagyon jó. Neked nem jár. Te csaltál, Csabának kisporolták a pinat. Te előre kiválasztottad, fogadjunk. Nem, hát ez volt bal oldal. Na nézzük, még a csoki ízesítésű First Strike Nutrious Energy. Hát ez nagyon jól néz ki, bármi is ez. Energy bar. Chunky peanut butter. Van peanut butter, azt még mindig imádom, szóval ez tökéletes, minden, ami mogyorós jöhet. Instant cappuccino, vaníliás még hozzá. Vaníliás cappuccino. Az emlegetett mogyesz. Az emlegetett földhöz verek mindent. Mangó, barack, alma szósz. Ez jól is hangzik, hiszen mint azok a kézműves homoktövis, ez cuccott a vidéken. A kalóriatábladatot, hogy így nem. Mennyit nyomunk be magunkba, így nem. 4000 kalóriát 10 perc alatt? Már most, hogy a korlátozások vannak, már egy hónapja nem edzettem, nem is akarok gondolni rá. Egyelőre a tükörben még nem sírom el magam, szóval nincsen olyan nagy baj. Crackers. És melyik volt a főételem? Ő. A főételem ő, amire az van írva, hogy vegán taco pasta. Azt itt sírsz a magyaróért, az enyémben hús sincsen? Kikérdemei szerint. Meg van nekem kanalam, és itt vannak az ilyen kis fiszem-faszom dolgok. Moisto illici. Szóval nedvestörlőkendő, szalvéta, 2 darab rágó, narancsos, nem, raspberry, nem? Mégsem. Mi ez a cranberry grape? Az a... Áfonya? Igen. Áfonyalé, és chili és lime hot sauce. Ez az, ami az enyémben van. Ezt így megpróbálom elcsoportosítani, hogy lássuk, menjünk végig a tiéden. Az egy csirke és tészta, ez mi? Csirkepörkült, no kedlivő! Zöldségek is vannak benne, szószban. Azt írja a chicken and noodles. Hát azért az csirkepörkölt, nem? Gyakorlatilag. Hát azért Amerikában kapunk csirkepörköltet, azt a magyar barna halában meg konzervek voltak. Hát szedjük már össze magunkat. De egyetlen jó része annak. Na nézzük, mi ez? Strawberry jam. Az eper, nem? Eper lekvár. Cukor, nagyon jó. Hát kell az energia, neked is van kanálkád. Itt vannak ezek a szokott pakkok, amiben van majsztóillettől. Szerintem ez ilyen alap, nem? Mindegyik dolog, bár nem. Nem, mert van valami brooklyni, transzparent, nem tudom mi benne. Ez érdekesnek hangzik. Hát majd megnézzük ezt is, meg ebben szerintem van még valami extra, ahogy nézem. A te szószod kérlek szépen szintén a mangós. Mangó szivasz. Ugyanaz, ami nekem volt. Mind a kettőben ott van ez a felmelegítő cucc. Ezek a... Peanut butter, az nem maradhat ki, az amerikaiak imádják, mi is imádjuk. Crackers-el. A beverage net pedig neked narancslé van. Igen. Narancsos szlöki. Nem mondod, hogy a tiédben Skittles van, szóval azért... Szóval azért kikiérdemény szerint. Bár elcserélhetjük a mire? A vegán, nem tudom, imre? Nem, a mogyira. Nem. Ez ilyen gyümölcsös, cukros lópikula, nekem az nem kell. A hot szószod van, neked is. Meg a melegítő. Meg a melegítő. Jó, lássunk neki, én azt mondom. Jó. Próbáljuk ki, hogy mi milyen, melyikkel kezdjük. Hát a reggelivel, vagy a peanut. A reggel az a peanut butter, meg a cracker? Bár szerintem ez egy étkezés egyébként alapvetően. Hát igen, de mi ezt... És én nem kaptam kávét. Szerintem a tétben ott van a kávé. Chunky peanut butter. Én azt mondom, hogy ezzel kezdek, és azt mondja, hogy hol van itt a crackersem. Neked chunky peanut butter, nekem csak sima peanut butter. Nekem chunky. Az enyém. Chunky a tiéd, de mi az a chunky? Az ilyen keményebb, nem? Nem az a chunky, hogy chunk az úgy rá kell harapni. Rágós. Én úgy érzem, hogy ő kiválasztotta a jobbat. Nem akarok erre célozgatni, hogy visszaélt a hatalmával, de... Cseréljünk? Az enyém vegán. Jó lesz. Szerintem ez azért van, hogy kárpótolják a vegánokat a hús hiányától, nem? Mondjuk lehet, hogy több kell nekik bizonyos dolgokból a hús hiánya miatt. Bár ezt nem tudom, hogy most egy vegán néz minket, akkor valószínűleg nagyon-nagyon meg van sértődve ezen. Ne sértődjél meg, az igazság, hogy nem vagyunk vegánok, ezért nem vagyunk benne tájékozottak, ezért te biztos sokkal jobban körüljártad ezt a témát, mert minket ez nem érdekel. Na. Szóval ez akart az lenni, hogy ne haragudj, nem sértésből mondjuk, hanem mert nem értünk hozzá. Ó, de jól néz ki. Hát igen. Így, mint apuka egyébként más szemmel nézel a peanut butterre? Igen, sokkal több kell belőle. Energia, adjatok még cukrot szeretnék. Ilyen a chunky peanut butter, ennek a felét kinyomol, hogy a másik felét te kóstolhass meg. Hiszen leteszteljük, hogy kinek milyen, és azt szerint fogjuk majd értékelni egymásnak a hamikáját. Igen, az enyém egyébként azt látom, hogy mint hogyha ilyen durvább krém lenne. Rándom is a crackers az ugyanaz. Lehet, hogy van valami a peanut butterben, amitől nem lesz vegán? Nem, szerintem ez csak az, hogy mennyire darálják, vagy mennyire pásztázzák szét, nem? Most próbáltam úgy csinálni, mindegyik értenek hozzá, és így megnézni, hogy összehasonlítjuk a távolokat, és... Melyik a... Igen. Az a tiéd. A tiéd? De miért van most cukor? Akkor nem tudom. Az enyém, mindegyik nem van cukor. Ezért volna az ötletem, hogy biztos nincs benne cukor, nagy vegán, és akkor... Nincs egy cukor, nem vegán, a cukorrépa az vadon élő állat. Vigyázz, támadni akar! Mi a baj, te nem élsz vadon. Én már láttam a vadcukorépek támadását. Ez valami olyasmi, mint ezek a űrparadicsomok, nem? Gyilkos paradicsomok az űrből. A gyilkos cukorépek a földről. Vagy mint a flying. Ez gyönyörű lett. Nem azért a 15 forintért, de ezt úgy megcsináltam, hogy ez művészi. Az enyém is. Egyébként igen, a tiéd is szép. De finom. Tényleg annyi, a tiéd krémesebb. Az enyém durvább, mint ahogy mondja, chunky, tényleg durvább. Nekem jobban ízlik a tiéd, őszintén. Hát igen. Tiéd volt a 3-as pak, ugye? Igen. Akkor egy pont a 3-as paknak. Na nézzük a következő. Szerintem a... Miért? Innivaló? Bekészítettem ide a vizeket. Ja, az enyém ebben van benne. Ja, igen. Ez olyan régi boléros időket idéz. Szóval... Uram, atyám, de jó illata volt! Jézus golyói! Mikor ilyen régi, szoci szőlőlevek, amik semmi nincs benne, csak cukor, meg egy kis aroma. És ez is olyan, tehát hogy ugyanaz a narancs illat, ami így a régi... Jól van. Hát meg gyakorlatilag most mi kell a katonáknak? Rengeteg kalória, igen, nem? Hogy igen. Életben maradjanak kint, és tudják tippelni a 200 kilós szarjaikat. Mert biztos, hogy ezt beleraknak sokkal több vízbe, de... Jó lesz ez a 360 ml víz. Az nagyjából. Azt a mindent milyen színe van. Igen, hát a színe az gyönyörű. Ha valamiért értnek az amerikaiak, akkor az, hogy a kaják... Igen, hogy nagyon szépen néznek ki a kajái. Nagyon. Mint egy bökrevél. Hm? My name is Dracula! Blah! Én most hát egy másik... Made. Neked ma keverni kicsit jobban szerintem. Ennek tökéletes íze van. Enyém nem, az egészen vízű lett. Igen, az enyém fasznak. De azért, mert az alján ott áll a teljes cucc, azért ezt így érzem, ahogy... Igen. Amikor a Balatonban mászkálsz és így érzed, hogy elmerül a lábad a... Iszabban. Igen. Egyáltalán nem a német székletben. Erre figyeljetek. Jobb helyekre kell menni. Gute kaka. Ja, Erika, ja. Felkevertem, nekem nem változott. Szerintem ennek, szóval... ennek jobb volt a... Wow! Hát ez egyáltalán nem. Ez mennyire nem... koronapará egymás után én... Így, hogy örökkel. Kóstold meg. Csak már, hogy értitek vacsora, csak meg kéne kóstolni. Mind a ketten Covid negatívak vagyunk egyébként. Egyébként igen, leteszteltük magunkat előre, megbújazták az órunkat pálcával, meg ilyenek, szóval. Ez jó. Mm-hmm. Kurva jó. Nagyon jó. Még úgy is egyébként, hogy egy ilyen sós pinatbatőr után iszom. Igen. Szóval érzem, hogy egyébként veszel az ízéből, tudom, hogy körülbelül milyen lenne az íze, de mindenhogy finom. Ez egy tök jó tud. Igen, ez nagyon bolero narancs. Igen? Nagyon bolero narancs, igen. De nem rossz. Citrusos, van egy ilyen végíze, ami így utóíz, ami... Próbálja utánozni az igazi narancs. Igen, igen. Szerintem most hülyén fog hangzani narancslé, de tudjátok, hogy más a préselt narancsnak az íze, mint amire ráírják, hogy 100% narancslé. És ez inkább a HSC-re hasonlít nekem egyébként, igen. Mint sem a... Nem mondok más nevet, mert így is biztos megsértek pár márkát, szóval jó lesz az ügy. Biztos nyilván sok tudtam. Nem is nyilván. Teljesen felesleges. De zseni volt ez. Jézusnak tetsző. És azt hiszem, menni fog a csirkéhez is. Tudod, mit kéne csinálnunk? Az úgyis egy csomó idő. Hát meg kéne melegítenünk a kaját. Igen. Kezdjük el megmelegíteni a kajcsinkat. Azt mondja, ha jól emlékszem, ezt így idehajtom, ezt így behajtom. Ezt is behajtom. És így kész a papírcsákom, én vagyok mától a herceg. Vagy kacsa, bazd meg! Kacsacsőrű emlős. Legombázok mindenkit! Elnézést kérek minden kacsacsőrű emlős nevében. Igen, Donald Trump, ne haragudj! Abban amerikai katonacsomagoknál tartunk. Igen, igen. Na, ez micsoda? Ez a hőci. Na várja, azt mondja, first vapor released by activated heat container contains hydrogen, a flammable gas. Do not place open flame in the vapor. Vapors released by activated heater. Jó, ezt már mondtad. Azt mondd meg, hogy mit csinálják. Ott, azt mutatja. Hülye biztosra van csinálva szerintem, hogy... Igen? Nagyon. Nem mondtam ki. Tear here to remove MRE. Tear here to use the bag. I want to use the bag. Na azt mondja, hogy ezt így kihúztam. Nem követtünk el most is évet, hogy letéptük az egészet is volt valami... Azt múltkor kurtuk el, hogy itt téptük le és nem felül, ahol mutatja. De most tökéletes helyen téptem le. És azt mondja, hogy tear up the place MRE pouch in the bag with heater. Szerintem ezt ki kell szednem akkor első körben, nem? Nem vagyok benne szálltól, biztos. De egyébként nem írja, hogy szedjem ki. Szóval szerintem ne szedjem ki. Okay. Ezt így ide. Becsúszizom. Turn around. Look at what you see. Oké. Okay. Most meddig kell öntenem vízzel. Do not overfill. Fill till lines. Mutatja, hogy... Aha, ezt fel kell húzni. Megint fel kell húzni valakit. Így. Mit kell felhúzni? Felhúzod a kaját, hogy ne blokkolja a cuccot. És A vonalakig kell önteni vízzel. Zseni, még egy idén akkor most megtanulunk teljesen enni, mert... Túlöntöttem. Oké, azt és mondja, hogy ezt visszahajtom, belerakom ebbe a kis cicucba, és azt mondja, hogy kőnek vagy valaminek neki kell támasztani. Hát itt nincsen kő, de van vízipipa... Neki támasztja ott a falnak? Hát ne. Mi lenne a... ne. Kapsz egy szélfogót. Nem így kell. Ez a tetejére van, hogy leszorítsa a izét. A levegőt szerintem. Vagy az aljára kéne, hogy ne égesse meg a földet? Nem, nézd meg a rajz alapján is úgy van, nézd. Látod? Jó. Na nézzük akkor a következőt. Én azt mondom, hogy én megkóstolnám a kis mango peach apple-et. Megkóstoljuk? És ahhoz, az mivel van szerinted? Hogy mi? Ez egy szósz. Hát de kell valami, hát ezt nem csak leisszunk. Hát a húsra rakják, hogy van minden. Vagy csak én vagyok ilyen szerintem az, tudod, ez a gyümölcspempő, én azt csak így... Hát egy biztos, hogy ez tök ugyanaz mind a kettőnknek, szóval ez nem ér pontozás. Igen. Az előzőben ki nyert? Az enyém nyert a... Nem, az enyém nyert a én áfonyámmal, és akkor egy-egy. Igen, egy-egy eddig. Megoldásuk. Azt igazából csak megesszük, mert... Oké, Zseni. Ez nagyon finom. Jó, mondjuk ezt egy jó húson is el tudom képzelni. Igen. Van benne halma, mangópüré, magas fruktóztartalmú kukoricaszirup, bőszipalackpüré, egy kis cukor még, mert... De jó, ez nagyon jó. Palacsintába. Vagy gófrira. Ne is mondd. Kapom. És pár felesége adott egy olyan tortát, Rákóczi túrós torta, de palacsintából és eperrel. Jó hangú. Jó, ez nagyon finom volt. Semmi más nem tudok mondani, ez nagyon finom volt. Megnézem közben, melegszik-e a cucca. Igen! Jelentem, hogy melegszik. Az jó. Az enyém nem. Nem? Nem a másik irányba kéne döntened, amerre mondjuk van a szén, hogy ott legyen a víz. Mert hogy fordítva raktad, nem? Nem úgy. Így. De teljesen mindegy. Dehogy mindegy. Nem, jön bele a víz ki. Lyukas. Lyukas a cuccod? Na. Csodás. Hozok egy szacsit. Szemetes zsák, jó lesz? Tökéletes. Igen, akkor valószínűleg is fog melegedni. Hát így, hogy már van egy szemetes zsákunk, így azért már csak. Na, akkor nasi? Nasi. Mogyi nasi. Nekem, neked meg Skittles nasi. Skittles. Hát szerintem itt egyértelműen állam Mogyi fog nyerni. De itt azért gondolom az emberi tényező is kérdéses, mert hogy biztos van, aki inkább éles szájú. Jó az azért. Savanyú. Nagyon jó. Hú, azt szerettem a savanyú. Hát ez nekem körülbelül döntetlen. Nekem egyértelmű az kitűzzel. Igen? Mert az csak mogyogó igazából sima. Semmi. Jó, legyen az kitűz végül is. Hogyha kimegyek a világ végén, hát ugye egy ilyen kis savanyú cukorral jobban érzem az életet, mint a sima mogyival. Jó az. Kis savanyú cukor, azt szeretem. Ez a modifizú. Ez nem a mogyi volt? Most megettem, mint utána. Nem, volt valami. Mazsola, nem? Mazsola volt. Utálom a mazsolát, olyan sokáig volt nálam, hogy megettem. Nálam lehet ilyen kezdve modifizúért. Még legalább 3 percig. Lejár. Na, nézzük, mi az askomban. Oké. What's in the bag? Mondjuk én onnan már kicsortam a időt. Nekem itt van a csípőszósz. Nedves tördökendő. Sima szalvéta. Rágó és ionizált só. Tiédben mi volt? Ugyanúgy só, cukor, nedves törlő, ez gondolom száraztörlő. Szalvéta, igen. Neked van gyufád? Tudják cigizni vagy mi? Van egy... Lehet, hogy van benne cigi is? Nincs. Hát azok az idők elmúltak már, amikor... Pedig beledobhattak volna egy Lucky Strike-ot vagy valamit. Egy szerencsés húzásod legyen. Igen, mit van a kávén? És... tea. Nem. Creamer. Tehát, hogy a teához vagy kávéhoz. Hát creamer az izé, a tejszín. Nyomjuk már, csináljunk egy teát akkor. Igaz. Vagy teát, kávét. Kávét. Az all water just chemically purified to stand 30 minutes before adding to cappuccino. Jó, hát nekünk jó a vízünk, szóval ettől nem kell félni. Hot or cold? Nekem tök mindegy, hogy hideg vagy meleg, szóval... Teljesen. Kávé az kávé, a kávé az élet, az egészség. Nem, de neked nem azért van, hogy te azt ott megmelegítsen? Hát ha akarnád, de nem akarom. Ja, ha, és akkor gondolom abból kivennéd a kémiai reakciós izét, ha hozzá klókolba ezt és beleraknád ebben. Így van. Cseles. Bár fura, hát miért nem csinálná azt az ember, hogy automatikusan kiszedi abból a kaját, ha már meleg az, és ezt berakod, tehát hogy ezt akkor így bele abba. Ja, ha, és ebbe szórod bele a kávét. Ebbe beszórom a kávét, meg amit akarok, és akkor... Értem, és akkor azt rakod. Cseles. Na jó, okos. Az jó, igen. Café? Café fresh vanilla cappuccino, instant. Rázd meg. Ha kidurran, akkor a Csabának nem lesz több kék ingje már. Veszek meg. Jól van. Papifizet. Igen, amíg nem jutott volna át a könyvben. Ebből lehet jól púrolni? Azt néznek, hallod? Baby. Tökéletes kontroll. Ennyi, és utána csak visszazárad. Hallod, tesó, ennyi volt? Dick. Ó, a French Dick. Ez még... Az még mindig. Hagytam neked direkt. Aha. Igen, ez a tökéletes vaníliás cappuccino. Na jó, még eddig el van magában. Kiadtad abból is. Igen, gondoltam rá, hogy ez. Nyígy ki. Ezt miért nem lehet kapni? Csak az a problémám, hogy csak külön ezt. Kell nekem egy katonai kontakt, aki lopkodja a katonai csomagokból ezt. És visszarakott rá ilyen 3-1-be szútkot, amit lehet venni a boltban. De végül szerintem találnánk ilyet, mert ugye találtunk a múltkor a mogyót is megtaláltuk, illetve a kesút. Nem igaz? Csak, de csak az USA-ba lehet kapni valami texasi boltban. Ez... Nem hiszem, hogy a tiéd verné, de... De így belőle és mondd el a véleményedet a te kávéban. Valami oda a jelekkel is egyébként, de nem jól csináltad a technikát, még a keverő technikát még nem az igazi. Ez ilyen. Én nem mondok, hogy már enyém az úgy néz ki, mint a... Boldog pár kapcsolat, akkor meggyengül a keverő technikát. Na lássuk. Lehet nem kellett volna beleinom, és akkor úgy azt mondani, hogy... Vízízű kávé ide van. Akkor kávé. Jó, akkor az enyém nyert, jó? Igen. Nem, ez nem akarom elbaszni az ízét a tiédnek, az az igazság. Nem akarom elrontani. Egyébként nem rossz kávé, de ahhoz képest, hogy instant meg akármi. Van neked ilyen? Ez nekem nasi-masi. Csak mondom. Az mi az? Ez a strawberry jam, de nekem strawberry jam van a crackers. Akkor neked strawberry jam, a crackers, az nekem pedig First Strike-os energy bar. Hát, hogy mennyi utatlan meghagytam fel? Bémoklos vagyok. Így jó, mert így neked is úgy belőle talán, ha ki tudom úgy szedni. Nem tudom. De szerintem nekem is van itt erre eldobáltam ilyen crackers darabokat. Ó, hát hallod, ez olyan, mint egy darab izé. Beef jerky, getsz. Hát ez jó cucc lesz, ezt már látom. Arra emlékszem a múltkor, az durva volt. Szerintem törd le a felét. Kettőket meghajunk. Ez... Jó. Hát ez a brownie. Brownie. Csak cukorban. Bocsánat, kukoricaszírukban. Abban jó. Külön csinálok gemmet. Csinálj gemmet. Szóval... Ez így egybe jön ki. Ez egy... Nem hát a gem. Ha nem a kelhető dekar, az a gem azért. Hát egi. Egi. Nem biztos, hogy a crackers a legideálisabb hozzá. Nem. Ellenben finom. Nagyon jó. Nagyon jó. Nem, ez minek? Nem, ez jobb volt, mint a izé. Nagyon finom a izé, a brownie slókból vesz. De a gem van. A gyümölcsöt jobban szeretem a csokinál. Van egy ilyen. Csak a gemnek gemmidom. Így van. Hogy állunk? Már csak a főétel. Meg a végén megesszük még a Skittles, hogy így biztos cukorosokból kapjunk, tehát így. Nyerted a Skittles. A mogyoróvajat. Mogyoróvajat. Te nyerted az üdítőt, meg a kávét. Igen, ez 2-2. Most ezt te nyerted. Igen, akkor 3. 3-2? Uh-huh. És most jön az utolsó lépés. Na nézzük akkor a főételt. Gyakorlatilag 3-2-re vezetsz, hogyha jól számolt. Igen, igen. És most ezen dől el minden, hogy döntetlen lesz a csomag. Hogy a húsmentes nyere. Jó, hát lehet. Ettem olyan rossz húst, hogy a húsmentes. Hát mint a múltkori, mi volt borítpapikás, ami csirke. Rosszul, jó! De finom volt, csak semmi köze nem volt ahhoz, amit kértünk. Igen, egy nagyon finom csirkekörri volt, nagyon csirkekörriás sem lesz, nagyon finom csirkés egytelétel volt, csak borítpapikásnak kicsit rossz. Igen. Hát, tudjátok, amikor valami másra számítottak, hazaviszitek a lányt, aztán kolbászos pizza, amit rendeltetek. Úriember nem lényel ilyen esetben. Értem, nem vagyok úriember. Na nézzük, adok neked viszont hozzá dolgokat. Valamiért egyébként kanáltól elkezdve mindennel szolgáltam. És tök felesleges, de itt minden van most. Kis kanál is értek. Kis kanál? Persze úgy voltam, hogy nincsen benne kanál, akkor legyen kis kanál, ugyanolyan kis kanál. Minden ugyanaz. Férféni pakolunk. Ennyi. Hívd fel most. Hát az illata, az nagyon rendben van. A kinézete is. Egyébként ennek is. Szóval látszik meg egy. Te nem hosszokásnál nyitottad fel? Nem, nincs fontatni, és onnan fogom kikaladni. Ja, szagízd meg. Igen, azért mondom, ez nagyon rendben van illetve. Hát, a tiéd se rossz, de az enyémnek jobb az illata. Na nézzük csak. Szerintem én ezt kanállal fogom elpusztítani. Jól össze pütymákolom. Itt megmutatjuk. Kis kamcsiba, hogy hogy néz ki. So good. Tiszta, valami kamudarált hús, mert hogy vegán. Bab, tökéletes, nagyon jól néz ki. Egyébként ez annyira nem néz ki jól. Nem. Mutasd ide a kicsi kamerába, így összehasonlít. Hát az enyémnek azért úgy van színe, az egy kicsit olyan, mint azt már megdöblöttek. Igen, ez már valakitől. Nekem az íze is rendben van, tudod milyen íze van? Mint a babnak. Az ilyen íze, ilyen babos tudsz. Hát olyan, mint mondjuk a csirisbab. Aha. Bele is fogom nyomni mindjárt a hat szószomat. Mutatja éred. Jobb az íze, mint a kinézete? Á, nem sokkal. Oh. Nem rossz, de az enyém jobb. Jobb. Igen, rakunk be. Akkor ez döntetlen gyakorlatilag. Igen, teljes mértékben rakunk be a hatszószt, hogy hátra az feldobja. Gyerekek, tök mindegy, melyiket veszitek, az összes jó egyébként. Szóval nem azt mondjuk, hogy az se szar, hanem hogy ha kettőt ilyen élesen egymás mellé állítod, akkor meg tudod mondani, hogy Hát bizony, ez jobb, mint az. Mert érted, a steak, milyen a steak? Kurva jó a steak. De egymás mellé raksz két steaket, meg tudod mondani, hogy melyik a finomabb. Így. Kíváncsi vagyok meg. Szerintem ez lime és tabasco szósz, hogy őszintén vagyok. A tabascót érzem rajta. Ebben azt mondja, hogy kajámbors van. Kajámbors? Kajámbors. Hát akkor ezek főztek. Kicsi a kaján, de erős vagy. Igen, az csili is lime. Csajan red. Aha, abban is kajámbors van. Ugyanaz a kettő egyébként, nem tűnt fel? Nem. Ja nem, a tiéd hot sauce, az meg lime hot sauce. Szerintem az enyém azért lime-os, mert ez takónak van mondva. És vágod, a takó az ilyen lime-osan szeretik nyomatni a mexikánál foodba. És akkor azért. Na megnézzük így lime-osan. Ezen nem segített. Eddig is jó volt, de most talán még jobb. Megkosod a csípősen? Ah. Azért csak, nem rossz. Csak így megkóstolom azt, és azt mondom, hogy nem lehetne, hogy... Annak kicsit olyan konzerv feelingje van. Igen. Konzerv meg a régi babakajára hasonlít. Hát régen kajáltam. Ilyen fasságokra emlékszem, érted, hogy milyen babakaját ettem, de egyébként az, hogy hogy nem tudom, holnap le kéne adni a rendelést valamire, vagy ki kéne fizetni valamire. Mi? De ez nagyon rendben van. Egyébként nem rossz ez sem. Tehát, hogy így... Nem, csak konzervíze van. Igen. Ennek meg kurva jó íze van. Ennek is van egy lightos konzervíze, de egyáltalán nem az a... De mondjuk konzervkaja, tehát nem tudom. Ja, true story. Döntetlen. Fiúk, lányok. Ez lett volna gyakorlatilag az amerikai vacsoracsata. Döntetlenre hoztuk ki. Mind a kettő csomaggal szerintem így egyértelműen elégedettek vagyunk. Hogyha érdekel titeket is, akkor ne felejtjétek, a videó leírásában megtaláljátok a linket, menjetek fel az Elitcord oldalára, és lepjétek meg magatokat, vagy szeretteteket, hiszen nem sokára úgyis itt van a karácsony. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, írjátok le a videó leírásába, pontosabban a komment szekcióba a véleményeteket. Mi az, amire kíváncsiak lennétek? Hát, ha beszerzünk esetleg még olyan menüt, és legközelebb azt próbáljuk ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyen csodálatos napotok! Sziasztok!